A Városháza kis tanácskozó termében tartotta meg újabb ülését a 2015. januárjától működő Dombóvári Értéktár Bizottság. Dombóvár helyi értékei között jelenleg 40 szerepe, 7 kategóriába sorolva, ám az ülés alkalmával most 5 új került be, ebből 4-et az értéktár kezdeményezett. Az első a Víztoronynál időszakosan elhelyezett betlehemi kompozíció, Varga Gábor szobrászművész alkotása, a második a Hírességek útja, a harmadik a Hat vár hat rád rendezvénysorozat, és végül, de nem utolsó sorban, Földi István munkássága. Az összegyűlt emlékek minden érdeklődő számára elérhetőek a város, valamint a Naturpark honlapján. A digitális forma mellett azonban fontosnak tartják, hogy ezek kézzel fogható alakban is megjelenjenek. A Város hetében fog megjelenni terv szerint egy új kiadvány, ami a Dombóvári Értéktárba felvett helyi értékeket népszerűsíti. Ez a kiadvány 60, illetve 66 oldalszám terjedelemben jelent meg, és a jelenleg az értéktárban lévő 40 érték, illetve a jelentősebb épületek közül kerül még be ezek az értékek mellé, plusz kiegészül a Kaposhegyhát tájegységi értéktár jelentősebb értékeivel. Az ülésen harmadik napirendi pontként egy dombovári lakos által felterjesztett javaslatot is megtárgyaltak, és egyhangulag döntöttek is a sorsáról. Hosszú Sándor Gergely a közelmúltban felkeresett, hogy egy új értéket szeretne felterjeszteni, őshonos magyar gyümölcsfák Dombováron címmel. Dombovár szőlőhegyen ültetett 18 gyümölcsfát, amik valóban nagyon régi őshonos magyar fák. Pontosan azt is leírta az adatlapon, hogy ezek honnan kerültek ide. Mindegyik fához van egy kis történet, tehát egy nagyon szép kerek anyagot adott ide nekünk. A Dombovári Értéktár Bizottságnak ez elnyerte a tetszését, ezzel pedig az agrár és élelmiszer gazdaság kategória gazdagodott.